vettem észre. A 2011-es egységes kérelem elektronikus beadásánál a korábbi évekhez hasonlóan falugazdászok és agrárkamarai tanácsadók segítségét vehetik igénybe a gazdák térítésmentesen. A mezőgazdasági és vidékfejlesztési hivatalhoz a kérelmeket háromféle módon lehet benyújtani, mindenképpen elektronikus formában. Azok a gazdálkodók, akik saját ügyfélkapuval rendelkeznek, amit ugye egy az okmányirodába tudnak maguknak kérni, akkor a saját ügyfélkapujukon keresztül ezt ők nyugodtan megtehetik, semmilyen különösebb kötelezettségük nincsen. Amennyiben nem rendelkeznek ilyen ügyfélkapus elérhetőséggel, akkor két lehetőségük van, vagy technikai közreműködők segítségét kérik, akik a falugazdászok és az agrárkamari tanácsadók, akik a meghatalmazás útján az egységes kérelmüket azonnal el tudják készíteni, és az MVA honlapjára fel tudják tölteni. A gazdák következő lehetősége, hogy meghatalmazás útján egy harmadik személy képviselje őket. Itt viszont minimum 20 nappal az egységes kérelem tervezett beadása előtt el kell készíteni a meghatalmazást. A meghatalmazást ugye papír alapon be kell küldeni a székhely szerinti MVA kirendeltségre, és ezt a meghatalmazást az MVA kirendeltségen fel is kell, hogy dolgozzák, és csak abban az esetben tudják a harmadik személy meghatalmazottja elkészíteni ezeket az egységes kérelmeket. Az MVH ezen kívül még arra hívta fel a figyelmet, hogy a támogatási és kifizetési kérelem benyújtásának feltétele a kis- és középvállalkozások minősítésének bejelentése. Minden olyan gazdálkodó vagy vállalkozás, aki ugye uniós támogatást igényel, az MVH kifizetésén keresztül történik. Ugye az MVH-hoz be kell jelentkezniük, és ezt a bejelentkezést tudják megtenni regisztrációs számigényléskor, ahol ezt a gazdálkodásnak a formáját kell tudnia megjeleníteni. Ez a kis- és középvállalkozásoknak a kódját jelenti, ezt KKV kódnak hívják, és ez a regisztrációs lapon, a G001-es regisztrációs lapon tudják megjelölni. Azok a gazdálkodók, illetve vállalkozások, akik ezt az MVH regisztrációs szám igénylésekor nem tették meg, a G001-es nyomtatvány segítségével módosítani tudják. Ezen túl határidőhöz van kötve a monitoring adatszolgáltatás is. A gazdálkodóknak, akik korábban különböző kertészeti, növénytermesztési, fejlesztési, képvásárlási pályázatokon nyertek, ugye ott minden esetben monitoring adatszolgáltatási kötelezettségük van. Ez önkormányzatokra is érvényes, falufejlesztés címszóval, vagy hogyha bármilyen ugye MVH-s támogatást kaptak, és ezt a monitoring adatszolgáltatási kötelezettségüket az idén ugye március 18-ig 24 óráig tehetik meg. Ezt szintén elektronikus úton tehetik meg a gazdálkodók, azok, akik nem tesznek ennek eleget, mulasztási bírsággal sújthatók.